tészta, egy őszi barackkonzerv és szaloncukor. Tartós élelmiszerek és édesség is kerül idén az időseknek szánt karácsonyi csomagba. A Tolnai megyeszéken már több éves hagyománya van annak, hogy a 62 éven felülieket ajándékkal lepi meg az önkormányzat. Ehhez előzetesen regisztrálni kell. 2021-ben ezt több mint 4500-an tették meg. Ők december 6-a és 14-e között névsor szerint haladva vehetik át az ajándékokat. Két pótnap van meghatározva, a december 15-a és a december 16-a. A szexárd.hu oldalon és a sajtó felületén pontosan meg lesz határozva, hogy kik, milyen, melyik napon vehetik át a csomagot, hát természetesen ABC sorrendben. A csomagok átvételekor be kell tartani a járványügyi szabályokat, vagyis maszkot kell hordani. Ha valaki nem tud személyesen megjelenni, akkor meghatalmazással hozzátartozója vagy ismerőse is elviheti az ajándékot. Hétfőtől csütörtökig, 8-tól 16 óráig, és pénteken pedig 8-tól 14 óráig lehet átvenni a csomagokat, és ott lesz egy szombati munkanap december 11-én, az munkanap lesz, de csomagosztás nem lesz. Szexárdon idén közel 10 millió forintot költ az önkormányzat az idősek karácsonyi csomagjaira.